Köszöntöm Önöket, Kék Hírek című műsorunkat látják. Stúdiónk vendége Hoffmann Kornél, a 12. kerület rendőrkapitánya. Köszöntöm a stúdióban, kapitány úr. Kezdjük talán a legfrissebbel. Az árvíz kapcsán felröppentek olyan hírek, hogy itt a kerületekben, a szomszédos kerületekben és a 12. kerületben is megjelentek csalók, akik arra hivatkozva kérezkednek be a lakásokba, hogy a katasztrófa védelemtől jöttek. Ez mennyire érinti a 12. kerületet? Volt erre esetleg bejelentésük, vagy... Annyiban javítanám mindjárt a kérdés, mert ugye úgy hangzott el, hogy a 12. kerületi, 12. kerületet is érintve. Ugye nálunk ilyen jellegű cselekmény nem történt, de ugye lehet róla hallani, hogy már sajnos ezt a veszélyhelyzetet úgymond talán az erre szakosodott emberek próbálják kihasználni. Igen, előfordult az érintett kerületekben olyan jellegű cselekmény, hogy katasztrófavédelmi előadóknak kiadva magukat emberek keresték fel a lakókat, egy felmérést végeztek igazából az, hogy hányan tartózkodnak a lakásban, milyen értékeket tartanak otthon, hogyha a menekítésre lenne szükség, akkor milyen erőket kell mozgósítaniuk. Igazából a megelőzése, talán azt mondhatom rá, hogy egy egyszerűbb dolog tekintettel arra, hogy a katasztrófavédelem ilyen felmérés nem végez. Tehát aki ezzel az indokkal keresi fel a lakókat, az nyugodtan mindjárt egy bizalmatlanságot érezhet, illetve mutathat a őt felkereső személlyel szemben. Mindenképpen jelezni kell a rendőrségnek, ugye azt mondhatom talán, hogy az illetékes kapitánságnak, hiszen azt mondom még egyszer, hogy ez nem egy kerületet érintő, nem a 12. kerületet érintő probléma, hanem inkább azokat a kerületeket, ahol maga a Duna magas vízállása ugye problémákat okozhat. Amikor ilyen hivatkozással keresik fel a lakókat, akkor értesítsük a kerületi kapitányságot. Esetleg ilyenkor célszerű egy igazolványt kérni, vagy ha bármilyen hivatalos személynek adják ki magukat, ugye erről már beszéltünk a korábbi műsorokban is. Hát jelen esetben igazából nem érdemes igazolványt csak kérni, tekintettel arra, ugye, hogy ilyen formájú felmérést nem végez a katasztrófavédelem. Természetesen, ha más hivatalos eljárásban színlelésével, illetve más hivatalos személynek adja ki magát az illető, akkor mindenképpen egy igazolványt kell tőle kérni. Ez főként arcfényképes, tekintettel arra, hogy ugye azzal igazolható, hogy ő annál a hivatalnál, illetve hatóságnál dolgozik, amire ő hivatkozik. Rövidesen ugye itt a vakáció, és számíthatnak arra az autósok, hogy sokkal több gyermek lesz az utcákon vagy az utakon. Szülőknek mit lehetne tanácsolni, hogy mikor engedhetik szabadon a gyermeket, és mikor tudhatják őt biztonságban? Hát a kerület vonatkozásában én azt mondom, hogy ugye van egy ifjúsági terünk, ami ilyen szempontból azt mondom, hogy egy nagyon, nagyon hasznos dolog. Ugye korábban megfogalmazásilag talán a lakáskulcsukat nyakukban hordó fiatalokról. Igen, kulcsgyerekeként emlegették őket. Így van. A kerületben talán azt mondom, hogy még ezek a fiatalok sincsenek olyan számban, hogy... Akik így ezáltal veszélybe is lennének kitéve. Ez az ifjúsági tér egyébként tényleg egy nagyon jó kezdeményezés volt annól még az önkormányzat részéről. Itt nagyon sok más kerületből érkező fiatal is felkeresi őket. Talán a szülőknek ugye fel kell azért készíteni a fiatalokat érintő veszélyekre, és itt elsősorban én most talán mondhatom, hogy a közlekedés szempontjából is, és azért kint vannak a közterületeken, áthaladnak főbb útvonalakon is. Ez igazából azt mondom, hogy talán a járművekkel közlekedőknek a figyelmét hívnám fel egy fokozottabb figyelemre. És a szülők mennyiben tudnak segíteni, mondjuk elmagyarázzák a szabályokat nagy vonalakban, vagy felszerelik a gyermekeket, illetve a kerékpárokat? Hát, hogy a kerékpárral közlekednek, akkor igen. Ugye itt is van mindenféle biztonságtechnikai megoldás, tehát a fiataloknál ugye könyökvédő, a sisak használat, az, hogy egyáltalán láthatóak legyünk. Ugye itt a láthatósági mellényre gondolok, illetve a fény visszaverő prizmákra, illetve hát az kerékpárokon, hogyha mondjuk egy esti éjszakai kirándulásra szánjuk rá magunkat, vagy egy kerékpározásra szánjuk rá magunkat, akkor a világítás technikai felszerelések se hiányoznak a kerékpárról, ugye ez is egy kötelező elem. Ezt egyébként önök szokták ellenőrizni, hogy ezek megvannak-e? Hát, ha éppen ilyen jellegű akciót szervezünk, akkor természetesen igen. Azt mondom, hogy talán a közútjainkon, ami problémát szokott okozni, az nem feltétlen az, hogy a kerékpárok milyen biztonságtechnikai felszerelésekkel vannak ellátva, hanem igazából az, hogy az Istágyi úton, ahogy lefelé jönnek, ugye elég nagy sebességre tesznek szert. Saját maguk
biztonságát is ezáltal veszélyeztetve, illetve nagyon sok zebra van azért az Istenhegyi úton kihelyezve, és ez tényleg veszélyhelyzeteket tud teremteni, hogyha a kerékpáros ne adj Isten egy-egy szituációban nem tud megállni. Ennek egyébként hogyan lehet elejét venni, tehát hogy jobb belátásra bírják az Istenhegyi úton szágoldozó kerékpárosokat? Hát egyrészt a figyelemfelhívás, tehát az, hogy beszélünk róla, ez már egy megelőző jellegű dolog tud lenni, illetve hát az ellenőrzések azok általában azért hatással szoktak lenni. Nekem is az a tapasztalatom, hogyha csak kiáll egy-egy járőrautó, akkor ott már úgy a kerékpárosok, mind a gépjármű vezetők is egy fokozottabb figyelmet vetnek fel így a sebesség vonatkozásában. Ugye az elmúlt héten hétfőn tartottak egy közbiztonsági fórumot. Ezen milyen témák kerültek szóba? Hát ami felmerült, az a Városmajor Parkot érintette, itt a plébánia környékén, hogy a hajléktalanok száma megnövekedett. Itt egy visszatérő ellenőrzést mi már az elmúlt időszakban bevezettünk. Mi is érezzük, hogy talán a lomtalanítással is összefüggésben egy kicsit megnőtt a hajléktalanoknak a száma. Bár a fórum folyamán is kihangsúlyoztuk, hogy ez nem feltétlenül egy rendészeti feladat, illetve ez egy rendészeti kérdés. Felmerült, ahogy az előbb említettem, ez a kerékpáros történet is, tehát a gyorshajtások kerékpárral. Talán közlekedés rendészeti témákban merültek föl még kérdések. Én azért a közbiztonság vonatkozásában ugye tekintettel arra, hogy a kiemelt kategóriák azok, amik jellemzőek a kerületre, én erre is mindig kiszoktam térni, mert azért az embereknek jó, hogyha tudják, hogy mondjuk a lakásbetörésekre azért figyelni kell, gépjármű feltöréseknél figyelni kell, tehát az értékeinket óvjuk. És ugye elhangzott az is, hogy a lomtalanítással kapcsolatban viszonylag kevés probléma volt. Minek köszönhető, hogy most a szokottnál is gördülékenyebben ment ez végbe? Hát itt igazából ugyanúgy megkaptuk a kritikákat figyelemmel arra, hogy nagyon sok ember ugye feltételezi azt, hogyha itt voltak a lomtalanítás időszakában a vidékről felérkező urak és hölgyek. Nem feltétlenül a lomtalanítás időszakára kell ugye koncentrálni, hogy itt akármilyen bűncselekményi szám emelkedésre kerüljön sor, mert hogy ezek általában ugye egy ilyen feltérképezési vagy információszerzési célzattal is érkezhetnek. Megmondom őszintén, hogyha a statisztikai számokat nézem, nem igazán van olyan jellegű adatunk, ami azt mutatná ki, hogy most mondjuk a lomtalanítás követően ugrott volna meg bármilyen bűncselekményi kategória is itt a kerületben. A lomtalanítás időszaka viszont azért is lett egy kicsit úgymond gördülékenyebben és láthatóbban is biztosítva, mert hogy közös járőrpárokat tudtunk szervezni a közterületfelügyelettel, illetve ugye ebbe az ellenőrzési metodikába be tudtuk építeni a polgárőrséget is, itt a hegyvidéki polgárőrségre, illetve a természetvédelmi polgárőrségre gondolok. Mindennaposan kint voltunk az utcán, tényleg nagyon sok bejelentés érkezett, hogy hol látnak lomisokat, ugye egy-két héttel előtte már ők felköltöztek azért ide a kerületben, helyfoglalások történtek, a lakóknak igazából a szemét és a jó érzését azért bántotta, hogy ők egyáltalán itt vannak a kerületünkben. Minden esetben kimentünk, mindenkit ellenőriztünk, akit mondjuk köröztek, természetesen elfogtuk, előállítottuk, megmondom őszintén, ilyenre nem került sor. Olyan előállításra került sor, hogy mondjuk személyigazolványa nem volt az urnál, viszont a személy azonosságát ugye egy fényképes azonosítóval tudjuk mi csak igazolni, ezért arra az időszakra, amíg a személy azonosságát megállapítottuk, került előállításra. Tehát közbiztonsági szempontból azt mondom, hogy tényleg elég nyugodtan telt maga a lomtanításra az időszaka. És hát a hegyvidéki napok keretében kiosztották a gyermekrajz pályázat díjait is. Milyen céllal indították el ezt a márciusban, ha jól emlékszem, márciusban indult. Szóval milyen célja volt ennek a pályázatnak? Hát igazából ugye maga a hegyvidék napok 6 évvel ezelőtt kezdődött, mindjárt a legelső alkalommal az akkori kapitányság vezető egy rajzpályázatot hirdetett. Ezt a hagyományt azt mi is megtartottuk már a tavalyi évben, illetve az idei évben is. Ugye itt a célja az, hogy a fiataloknak milyen elképzelései vannak mondjuk egy rendőri munkával kapcsolatosan. És milyen elképzeléseik voltak? Egy kis izgalom azért volt bennem a rajzpályázat kapcsán, tekintettel arra, hogy a határideje ugye május 15-e volt, és május 10-13-a környékén még a rajzok csekély hányada érkezett be a kapitányságra. Mondhatom úgy is, hogy talán az első három helyzetet azt én mindjárt ki is tudtam volna választani a rajzok mennyiségéből. Félretéve egy kicsit ezeket a humoros részeket. Aztán május 15-éhez érkezett, tényleg dömpingszerűen megérkeztek a rajzok.
nagyon jól sikerültek, bármelyik korosztályt mondhatnám, nem is szeretném egyiket csak kiemelni, ugye három kategóriába kerültek kiválasztásra a rajzok, nagyon ügyesek voltak, én szívem szerint mindenkit megjutalmaztam volna, illetve valamilyen díjat átadtam volna. Nem is feltétlenül az, hogy maga a rajznak a miensége, hogy mit képzelő el a rendőrségről, stb. Ugye azért nagyon sokan filmeket, rajzokat nézegetnek, illetve rajzfilmeket nézegetnek, ugye sokan ebből merítenek, de maguk a technikák, amiket alkalmaztak a fiatalok, tényleg azt tudom mondani, hogy hát le a kalappal előttük. Milyen szempontokat vett például ön figyelembe? Én ezért is hangsúlyoztam ezt ki, hogy nem is feltétlen maga az, hogy a rajzal mit akart az ember elmondani, vagy hogy tényleg mit lát magáról a rendőrségről, mert például voltak olyan rajzok, hogy apró kis mozaikból lettek összerakosgatva a különböző figurák, a rendőrautó, az elkövető és maga a rendőr. Tehát ez önmagában egy nagyon tetszetős dolog volt, hogy tényleg rászánták az időt, ugye szülővel együtt, vagy akár az iskolában, óvodában. Illetve hát tényleg olyan rajzok is készültek, amiről az ember első ránézésre talán azt gondolta volna, hogy ezt valahonnét másolták, mert annyira jól sikerült a kivitelezése, hogy aztán utána meggyőztek természetesen, nem ilyenről van szó. Meg az elgondolások. Tehát egyet azért kiemelnék, ugye volt egy olyan rajzunk, A3-as kategóriában indult, hogy a szemből nézve a bal oldalán fel volt rajzolva, hogy a régi rendőrség milyen technikákat alkalmazott, a jobb oldalán pedig fel volt tüntetve az, hogy jelen pillanatban milyen technikákat alkalmazunk. Ez egy ilyen összehasonlítás volt, kimondott a jó elgondolás volt, díjaztuk is. És hogyha az összképet nézzük, akkor mi látszik, hogy a gyerekeknek vagy a fiataloknak milyen képük van a rendőrségről? Hát ez a korosztály még az a korosztály, amik talán még egy jó véleménnyel vannak a rendőrökről. Nagyon sokan ugye ilyenkor még mikor rákérdez az ember természetesen, hogy mi szeretne lenni, rendőr, tűzoltó, katona, ugye ezeket a válaszokat szokták azért elhangozni. Ez talán, ha egy szorosabb kapcsolat lenne így a gyerekek és a rendőrség között, vagy inkább azt mondom, hogy ez a folyamat sűrűbben meg lenne hirdetve, egy kicsit sűrűbben tudnánk velük úgy foglalkozni, hogy tényleg érezzék, hogy a rendőrség értük is van, és hogy a rendőrök is emberek. Én most is azt éreztem ki, tehát nagyon sok gyerek érkezett ugye a szombati rendészeti napra. Itt is ugye a kutyás bemutató, az, hogy a rendőrautóba beülhettek és megnézhették, az, hogy rendőrökkel találkozhattak. Tényleg felemelő érzés volt, megmondom őszintén. És ugye itt a zárásként azt mondom, hogy itt a rendőrnap kapcsán, vagy a rendészeti nap kapcsán azt azért ki szeretném emelni, hogy itt az esti órákban már, tehát mikor már majdnem a rendészeti napnak igazából vége volt, megkeresett ott egy család, hogy hát ők kicsit elkésve, de ők rendőrautót szerettek volna nézni, és hát a kisfiú nagyon el volt keseredve. Úgyhogy vettem mondjuk úgy, hogy bátorságot, és visszarendeltem a kollégát, hogy legyen kedves az autóba visszafáradni, mert még lenne olyan jelentkező, aki tényleg ebből a célból érkezett. Jó volt látni tényleg azt az érzést, hogy a kisfiúnak ezzel mekkora örömet tudott az ember okozni. Természetesen akkor mindjárt csatlakoztak hozzá társak is, tehát ez nem merült ki utána egy 4 órás autó megnézésben, áttekintésben, és tényleg azt mondom, hogy még egy óvodányi sereg oda érkezett, és még egy órát biztos, hogy ott kellett a kolléganőnek lennie, de úgy gondolom, hogy megérte. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm meg. Viszontlátásra!